In Brussel, mi nem mond, jó lenne olcsóbban tankolni. Mi mond? Vissza meg Magyarországon, miért mi drágán tankolunk a saját szankcióink miatt. Az apa férfi, az anya nő. A benzinár pedig még mindig nem döntött el, de egy biztos, nem nő. Orbán Viktor bejelentette, hogy egészen október 1-ig marad a benzinárstop, tehát egy ideig még biztosan 4,80-ért tankolhatunk. De ne rohanjunk ennyire előre, eddig is volt üzemanyagárstop, tehát Magyarországon mindenki 4,80-ért tankolhatott. Aztán, ahogy kúsztak felfelé a világpiaci árak, egyre több ehhez hasonló jelenettel találkozhattunk a határmenti kutakon. Osztrák szomszédaink ugyanis úgy döntöttek, hogy ők jó emberek lesznek és támogatják az Oroszország elleni szankciókat, de annyira azért nem jó emberek, hogy el is szenvedjék azok következményeit. Nemes egyszerűséggel átjártak hozzánk tankolni. Auftanken. ÖMV tanken. Na ez volt az a pont, amikor a kormány úgy döntött, hogy jó, és akkor itt vége az üzemanyagturizmusnak, mindenki világpiaci áron tankol, de a magyar rendszámosok kedvezményt kapnak. Szóval mi itthon 4,80-ért tankolunk, az osztrákok pedig töltsék fel morállal az autóikat. Bezzeg Bécsben úgyis minden sokkal jobb, több a fizetés, láthatóan morálból is több van, oldják meg, és meg is oldották. Fogták és feljelentették Magyarországot, mert szerintük ez diszkrimináció. Tehát Magyarországon a magyaroknak kedvezményesen adni a benzint diszkrimináció. Orosz vagy kínai vakcinával oltott magyarokat nem beengedni, maga a jogegyenlőség mekkája. Bár megértjük, hiszen náluk a feljelentgetésnek azért komoly hagyománya van. Ja, hello, unicem. De ha ez nem lenne elég, az EU egyik biztosa is felszólított minket, hogy fejezzük be a diszkriminációt, adjunk nekik is az olcsó benzinből. Az EU szankciókat akart. Nem kell nekik a gonosz orosz olaj, mert ezzel csak Putyint gazdagítjuk. De ha nálunk tankolnak, az új rendben van. Ha új vagy a csatornámon, akkor kb. Most érhettél el ahhoz a ponthoz, ahol felteszed a következő kérdéseket. Akkor most jó nekünk a benzinárstop? Hogy működnek a szankciók? Fantasztikus kérdések, köszönöm. Én is pont ezeket kérdezném magamtól, de ehhez már szükségem van a táblámra is. Tökéletes. Tehát, az EU-nak van egy energiaigénye, ez a bal oszlop. És van egy kiszolgáló, ez a kínálat, ez pedig a jobboldali oszlop. Mivel itt van a szomszédban, természetes, hogy az oroszoktól vásároljuk az olajat. Ez a legkézenfekvőbb és a legolcsóbb megoldás. Az oroszok az olajexportjuk közel felét az EU-nak adják el, ami kb. 2,2 millió hordót jelent. Ha az ellátmány megszűnik, mutatom, ha mondjuk ez a rész itt megszűnik, akkor az EU energiaigényét más a megmaradt forrásból kell kielégíteni, mert ugye az EU energiaigénye az továbbra is fennáll. Mivel csökkent a kínálat, ugye látjuk, de a kereslet, az igény az ugyanakkora maradt, ezért az árak felszöknek a p***ába. Ez pont olyan, mint szilveszterkor taxit bérelni. Alacsony a kínálat, magas a kereslet. Nem olyan bonyolult dolog ez. Tehát, ott tartunk, hogy az orosz olaj kiesett. Az EU igénye viszont maradt, az olaj ára pedig emelkedett. Ha a világpiacon emelkedik, mindenhol emelkedik. Az oroszoknál is. Így ezt drágábban kell eladniuk mondjuk Kínának, meg annak, aki megveszi, mivel igény azért van rá bőven. Tetszik érteni? De ne legyen az, hogy ezt csak én találom ki. Von der Leyen asszony is megmondta, az EU azért vesz orosz olajat, hogy Moszkva ne adja el másnak drágábban. Csak gratulálni tudok az EU-nak. Micsoda hősök feláldozzák magukat, értünk, érted, meg mindannyiunkért. Megveszik a véres olajat, hogy nehogy Putyin másnak adja el drágábban, még jó, hogy nem ők vezetik az uni. Wait a minute! És akkor most jöjjenek a számok. Az EU szerint meg kell büntetnünk Oroszországot azzal, hogy nem vásárolunk tőlük olajat. Ez még rendben is lenne, de Oroszország helyett eddig csak magunkkal p***tunk ki. Ezt nem csak én gondolom így, hanem Brüsszel is. Ez a látványos kis táblázat arról árulkodik nekünk, hogy melyik ország vásárolta a legtöbb fosszilis üzemanyagot Putyintól. Jé, na hát,
A németek csak 12 milliárd euróval finanszírozták Putyin háborúját. Milyen kis huncutok ezek. De mire nekik ennyi energia? Mit akarnak működtetni? Csak ki ne találják, hogy megépítik a kontinens legnagyobb hadseregét. Na hát, a lengyelek helyében azért nem most vennék tartós tejet. Ez a videó pedig arról árulkodik, hogy a háború kitörése óta egyes országok hogyan alakították az Oroszországból származó fosszilis energiaforrások beszerzését. A németek, olaszok, hollandok, franciák, de még a lengyelek is emeltek a téten, Magyarország pedig rá sem fért a listára. Okkal. Megint megkérdezem, akkor pontosan ki is finanszírozza Putyin háborúját? Az egyik szemem sír, a másik pedig nevet ilyenkor igazából. Jó látni, hogy felfogják a döntéseik súlyát, és még azelőtt feltankolnak, hogy az oroszok végleg elzárnák a gázt, viszont a másik szemem meg sír, mert kibaszott hülyék. De ha tudják, hogy ez nekünk rossz, akkor mi a kutyám csájáért kell ilyen hülyeséget csinálni? Jó, persze, értem, hogy ki kell fogni a szelet Putyin háborús vitorlájából, de akkor megint megkérdezem, miért is hozunk olyan döntéseket, amik ezt finanszírozzák? Világos, a szankciók ettől függetlenül működnek, és ezt még a 444-es Végmárton is elismeri. Szerintem egy kicsit muszáj, hogy fájjon nekünk is. Ez nagyon nehéz és költséges lenne egy ilyen embargót meghozni, de egyszerűen morálisan is ezt érzem én talán helyesnek. Ez nyilván egész Európának fájni fog, és Magyarországnak is fájni fog, mert ez gazdaság visszaestést okoz, inflációt okoz, a GDP nyilvánvalóan vissza fog esni, de morálisan ezt tartom helyesnek. Jó, lehet, hogy az EU belerokkan, de legalább az orosz rubellel jól kiszúrtunk. Ja, nem, kurvára nem, és ezt nem én mondom, hanem a heti Világgazdaság. De az EU-t okos, jó képességű vezetők irányítják, akik felelős döntéseket hoznak. Az Európai Parlamentbe nyilván nem bohóckodni járnak az emberek. Presse-toi, fais quelques pas. Tu es face à un rideau de lierre. Belegondoltatok abba, hogy a Putyin ellenes szankciókat is két ilyen között szokták meghozni, mert Putyin ezzel tisztában van. Ha esetleg valakinek van valami ötlete, hogy miben lehetne kiütni az orosz energiafüggőséget, vagy helyesebben az orosz energiafüggőséget, akkor jelezze, és mielőtt még a megújuló energiás közhelyekkel jönnél, kérlek, azt is magyarázd el, hogy a tőlünk gazdagabb országok miért nem tudták még mindig átállítani magukat zöld energiára. Talán csak nem azért, mert ez még egyáltalán nem fenntartható. How dare you? Jelenleg még az is reálisabb elképzelés lenne, ha a német mintára megpróbálnánk megalkotni a kontinens legnagyobb hadseregét, és lerohannánk egy olajmezőt. Most azzal piszkálnak minket, hogy miattunk nem lehet szankcionálni az oroszokat, véres olajat vásárolunk, stb. De a németek nem. Ők sosem tennének ilyet. Ugyan, csak éppen 1,8 millió hordónyi olajat vesztek szemben Magyarországgal, ahol ez a szám 120 ezer hordó. Ha a németek az olajuk csak 30-40%-át veszik az oroszoktól, az még mindig 8-szor annyi, mint amennyit mi összesen veszünk. Megint megkérdezem, ki finanszírozza akkor a háborút? Putyin eddig csak havi 20 millió dollárt keres az olajon, és ezt már most elárulhatom, hogy nem rajtunk. Eddig 6, azaz 6 szankciós csomagot vezetett be az EU, de Putyin mindjárt elfoglalja fél Ukrajnát, de igazuk van, egyetértek, ha Magyarország feláldozná magát és nem venné meg azt a 120 ezer hordónyi olajat, akkor azzal végleg padlóra küldhetnénk az ördögi Putyint, aki egy beteg állat. Ez csak rajtunk múlik, hősök lehetnénk, morálbajnokok. Morálisan ezt tartom helyesnek. Na mégis mi a csát tud csinálni Magyarország? Hol vagyunk mi a német, lengyel, olasz, holland energiaigényhez képest? De most csak játszunk el a gondolattal. Tényleg, tegyük fel, hogy az EU elkezdi majd az USA-tól, meg a Közel-Keletről, szóval az USA-tól vásárolni az olajat jóval drágábban. Mi meg itt maradunk a véres orosz olajunkkal. Gondoljunk csak bele, de tényleg csak elméleti szinten. Mi lenne, ha akkora töbletet halmoznánk fel, hogy Európa is tőlünk vásárolna. Magyarország, mint Közép-Európa
olajnagyhatalma. Nem is hangzik olyan rosszul, mi? Közben Zelenszky, aki időközben Európa meg úgy kb. Az egész világ császárává avanzsálta magát, bejelenti, hogy meg kell tanulnunk orosz gáz nélkül élni. Nyuszkó, muszkó, ha jól tudom, te is orosz gázt szívsz, csak a mi fa csöveinken keresztül. Szóval, ha mi nem veszünk orosz gázt, akkor te télen nem fűtesz. Viszont van két másik forgatókönyv is. Kezdem a jóval. Az EU népe megunja a folyamatos inflációt, a gigantikus energiaárakat, a moralizált megszorításokat, és utcára vonulnak, majd követelik a szankciók beszüntetését, és beáldozzák a morált, hogy hát, hogy ne kelljen nyomorogniuk. És itt jön a másik verzió, a nem túl jó forgatókönyv, sőt a rossz forgatókönyv. Az EU népe ugyanúgy megunja a megszorításokat, ugyanúgy utcára vonulnak, csak ezt megfűszerezik egy propaganda kampánnyal, miszerint nem a szankciók, hanem Putyin miatt rossz nekik. És ugye ugyanúgy utcára vonulnak, csak éppen nem a szankciók beszüntetését, hanem a katonai beavatkozást fogják követelni. Na és akkor tör majd ki a harmadik világháború, aminek igazából nem lesz győztese, max kevésbé vesztese, mivel nem az ő földjén vívják majd ismét. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Ha tetszett, mindenképpen nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Ez főleg azért fontos, mert a nézők egyharmada még mindig nincs feliratkozva. Kommentben pedig írd meg, hogy szerinted vége lesz-e idén a háborúnak, és egyáltalán milyen kimenetelre számítasz. Végül pedig megint csak elmondom, ne használjátok a szuperköszönetet, lesz egy ettől sokkal barátságosabb megoldás, majd máshogy megoldjuk a támogatást, de most arra kérlek, hogy ne használjátok. Tehát like, komment, feliratkozás csengőbe, szuper köszönet pedig ki. Na szevasztok!